A Magyar Nemzeti Bank társadalmi felelősségvállalási stratégiájában fogalmazza meg a fő céljait. Ezek közül az egyik legfontosabb a közgazdasági képzésben résztvevő hallgatók támogatása, a pénzügyi kultúra fejlesztése és a gazdaságtudományi kutatások elősegítése. Ebbe a támogatási rendszerbe került be a Nyíregyházi Egyetem. Mi anyagilag is támogatjuk az egyetemet természetesen, egy 20 millió forintos támogatási összeggel ebben a tanévben, amely ugye most kezdődött el szeptemberben, és egyéb módokon is, tehát például könyvcsomagokat küldünk az egyetemnek, közös rendezvényeket szervezünk, és azokban az aktivitásokban, amelyeket támogatunk egy támogatási szerződéssel, azokkal részt is kívánunk természetesen szakmailag venni. Ennek a friss kapcsolatnak csütörtökön tartották meg a nyitó konferenciáját, amelyen az MNB két előadást tartott. A gazdaságpolitikai előadás mellett a hallgatók megismerhették a pénzintézet oktatási portfólióját is. Ez azért fontos, mert a közgazdaságtudomány az egyik leggyorsabban változó tudomány. A konferencia során előkészítette az MNB és a Nyíregyházi Egyetem az együttműködésük következő lépését is. A kiválósági ösztöndíj programunkat, amely ugye már 3 éve működik, és amelynek a Nyíregyházi Egyetem szintén 3 éve része, kiterjesztjük a határon túli magyar képzőhelyekre és a magyar egyetemekre is, és ennek keretében megbeszéltük rektorasszonnyal azt, hogy a Nyíregyházi Egyetem beregszászi kihelyezett képzésén Pallas Athénné kiválósági ösztöndíjakat fognak kapni a hallgatók 2019. februárjától, és ennek az előkészítését már a holnapi nap folyamán meg is kezdjük, annak érdekében, hogy januárban már pályázhassanak a beregszászi hallgatók erre az ösztöndíjprogramra. A beregszászi intézményben jelenleg 50 fő tanul, közülük a 20 legjobb hallgatót szeretnék támogatni februártól. Az új keretrendszer a Nyíregyházi Egyetem 30 hallgatója számára is kínált speciális ösztöndíjat. A hallgatók az ösztöndíj program keretében 10 hónapon keresztül havi 20 ezer forint támogatásban részesülnek, amely segítheti a tanulmányaik előmenetelét, illetve a tandíj a költségtérítés összegére is fordíthatják. Ebben az évben már 20 éves az egyetem közgazdász képzése, a beregszászi képzés pedig 18. éve működik. Így külön öröm volt az intézmény vezetői számára, hogy elnyerték az MNB támogatását.